Saját készítésű festménnyel fejezték ki hálájukat a Szekszárdi Hétszén Világgyermek Otthon lakói, ugyanis a Szekszárdi Városvédők Egyesülete már évek óta teszi szebbé a gyerekek karácsonyát. Büszke vagyok, és nagyon megható volt az, hogy évről évre látni azt, hogy ezek a gyermekek hogy örülnek nekem, illetve az ajándékoknak. Büszke vagyok arra, hogy hetedik éve gyűjtök különböző segítségekkel a Hétszín Világ Gyermek Otthon számára, és most is, mint minden évben, a gyermekek egy kis műsorral kedveskedtek. Hát ez igazán szívet melengető, és itt ígéretet is teszek arra, hogy amíg erőm engedi, addig én rám számíthatnak az itt élő gyermekek. Az egyesület mellett több cég, magánszemélyek, illetve a Szekszárdi Női Kosárlabda Klub is csatlakozott a jótékonykodókhoz. Szabó Balázs azt mondja, több 100 000 forint értékű adomány gyűlt össze a gyerekeknek. A mai világban, főleg most ebben a helyzetben azt gondolom, hogy ennyi ajándékot sikerült összegyűjtenünk ilyen nehéz körülmények között, amiben vannak akár a vállalkozók, akár a cégek, akár az emberek, ez önmagáért beszél. És a gyerekek öröme és a gyerekek boldogsága, amit látunk rajtuk, az mindent elmond. Az egyesület elnöke azt mondja, az elkövetkezendő években is szeretne örömet szerezni a gyermek otthon lakóinak.